Még várják az irodalmi és képzőművészeti alkotásokat a Kanizsai Antológia legújabb pályázatára. A decemberben megjelenő 20. kötetben rendhagyó módon nem csak az idei pályázók művei jelennek meg, hanem az elmúlt évek legjobb írásait is közlik, valamint a város önkormányzata által hirdetett vers- és prózaíró pályázat legeredményesebb munkái is helyet kapnak majd. A pályamunkákat október 24-ig kell benyújtani elektronikus úton. További információ a város honlapján található. Mindenkitől a mértéktartást azért kérem, ez most már jellemző volt az utolsó három antológiára, hogy tényleg ő maga a szerző is csak válogasson bátran, és akkor a legjobb 5-6 verset küldje, és a legjobb 2 novellát, és akkor sokkal sikeresebb a dolog. És tanulmány vonatkozásban pedig most szigorúan csak a kanizsai tanulmányok lesznek benne, hogy ez a 20. kötet legyen ez méltó. Az ábrázolásokról hadd szóljak még, mert mindig kérdés az is, hogy festmény vagy színes rajzot érdemes-e küldeni. Nem nagyon érdemes, mert mindenképpen fekete-fehérbe közöljük, vagy egy-két színes tábla esetleg lesz. De az eddig illusztrátoraink ezt elfogadták, hogy fekete-fehér nyomatban gondolkodnak, és ilyen szempontból olyan képeket küldtek. Még ha színes is volt, akkor az azért grafikaként is értelmezhető volt.